Ima a templomban gyertyagyújtáshoz. A miskolci mindszenti templomban találtam rá egy imára, amit szeretnék veletek megosztani. Mint a legtöbb templomban, itt is van egy kis rész kialakítva, ahol fehér gyertyák vannak kirakva, amit a hívek meggyújthatnak, és mellette mondhatják el ezt az imát. Ha leírod magadnak ezt a rövid imaszöveget, te is bármelyik templomban elimádkozhatod. Segítségként az ima teljes szövegét a videó alatt a leírásban megtalálod. Ebben a videóban az üdvözlégy imát a szeretetláng imával kiegészítve imádkozom. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram, ez a gyertya, melyet most meggyújtok, legyen fény a te fényedből. Életem nehézségei közepette ez mutassa nekem az utat. Add, hogy a gyertya fénye a te szereteted jele legyen, mely minden tökéletlenséget elemészt, és szívemet felmelegíti. A mindennapok és a munka nem engedi, hogy sokáig itt tartózkodjam, ezért te fényvilágítson itt helyettem. Segíts nekem, Uram, hogy e napon is a te fényedben járjam utamat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.